Vagy azt mondják fél perc és egy... Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok. Sziasztok, én András vagyok. És elérkeztünk a Brodapest legújabb videójához. Kint van az első rész, link a leírásban, nézzétek meg. A következő rész pedig most vasárnap délután érkezik, ugyanúgy tudjátok majd élőben nézni, mint az elsőt. Élőben tudtok kommentelni, mi is ott leszünk és válaszolunk a kommentjeitekre. Így van. És ebbe a videóba nem mást hozunk nektek, mint hogy Andrást kisminkeljük. Így van. Tudni kell rólam azt, hogy életemben először sminkeltek ki, amikor voltam fotózáson most nemrég a Brodapesttel, szóval... És ezt is én csinálhattam először, úgyhogy most tőlem fogsz először igazi sminket kapni. Egy igazi szüzességelvesztés lesz. Az lenne a kérdésem, ez egy nagyon fontos kérdés, tisztázzuk le, full glamet szeretnél, vagy egy natúr sminket? Oké, okay, full glam, én is erre gondoltam, szuper, jó, jó, örülök, jó, hogy te jó. Is erre gondolsz, úgyhogy... Oké, okay. Mi az? Az mi? Hát így szavakra lebontva, szerinted a full teljes glam az az a fajta smink, amit igazából bármilyen celeben látsz, akkor sztáron, azt kell. Elejétől a végéig, mindennel együtt, jó sok highlighterrel, azt kell, ilyen teljes szép rúzsal. Minden izé, ha már lúd, akkor legyen kövé, tudod. És most már reggel igaz élet, menjünk és borizzunk egyet! És ha már szegény Andrást most először igazán ki fogom sminkelni, tied a döntés joga, hogy milyen színű sminket szeretnél, úgyhogy lepakolok gyorsan az asztalról, és hát nem is tudom, mivel kezdjünk. Sárga, fekete vagy kék? Komolyan? Igen. Nem mind a három, kettőt szerintem. Vagy kék-sárga, jó papagájos, vagy sárga-fekete. Mert a Brodapest miatt is, meg a régi csapatom miatt is fociztam. Erre nem számítottam, úgyhogy ez egy kis kihívás, viszont itt a hátam mögött konkrétan minden itt van, az összes sminkem, úgyhogy most elő fogom szedni azokat a palettáimat, amiben tudom, hogy ilyen színek vannak, és gyorsan kiválogatjuk, hogy miből fogunk dolgozni. Nagyon te mit csinálsz? Ecsetek vannak itt. El fog rontani valamit, én már most érzem, ez nem volt jó ötlet, hoppá. Mondjuk ez lehet, hogy a sárgát mutass először, mert az a kék, azzal meg vagyok elégedve. Nem. Sokkal narancsosabb. Narancssárgára van szükséged? Ilyenre? Nem. Nincsen citromsárgám, segítsetek, igen. Akkor arany is jó. Aranyfekete. Azt. Készen állsz-e? Biztosan ezt akarod? Igen. Igen. Nem túl határozott, de nem baj. A beauty blenderem már vizes, és azzal fogjuk kezdeni, hogy feltesszük a primert, vagyis a bázist az egész arcodra, hogy szépen el tudjuk osztani. Lányok, ha valaki kente már fiúnak az arcát, vagy sminkelte esetleg, vagy tényleg bármi, mondjátok meg, hogy mi ez a reakció, hogy ahogy hozzáérsz az arcához, elkezd fintorogni. És hunyorog, és fintorog, és úgy csinálják, mintha fájna. Hát fáj, nem fáj, fáj, csak ilyen fura citromos illata van, meg... Nagyon jó frissítő illata van. Csukd be a szemed, és inkább ne is. Nem tudom, mikor ez olyan, mint amikor egy nyúl így futna az arcodon, ilyen a kis tappancsaival így nagyon gyorsan. Nem vagyok szép? És mindenki szebb vagyok? Te egy natúr szépség vagy, Andrá. Félisten! Hát... Nem mondom azt, hogy szebb lettem, de valami másfajta igen. Majdnem sikerült a bőröndöket a szemem alul eltüntetni. Na várj! Az most jön? Ja. Innentől akkor nincs lesés. Már viszket az orrom kicsit. Nem csukatom be? Hát nem, mert az a lényeg, hogy felfele néz, és a szemed alatt lévő kis ráncocskák teljesen kihúzódjanak, hogy én itt a bőröngyeidet... Így csak. Ó, milyen profi, igen. Na és ez az, amit annyira nem bírnak, ha közelről látnátok a reakciót, ami itt történik. Műszakállat tudsz csinálni? Valahogy ezt lehet? Hát, hogyha tudsz nekem szerezni olyan szőrt, ami hasonlít erre, hozba és fazomba. Azok a részek, amit mélyebbre szeretnétek csinálni, mármint csontozatilag, vagy kisebbíteni szeretnétek, azokat sötét színekkel, tehát barnával csináljuk, azok a színek, amiket pedig ki akartok emelni, azokat világossal, úgyhogy mivel az állkapcsát ki szeretnénk emelni, ezért oda teszünk egy kis highlightert, megadva neki azt a vonalat, amit szeretne, hogy legyen. Utolsó egy percben nem figyeltem semmire, szóval biztos.
Át kell fésülni a szemöldököt. Hogy át kell fésülni a szemöldököt? Azért, mert amikor az alapozót teszed rá, akkor összekócolódik. Csinálok ennyit, megnyelöm a két limetet, itt nem, de akkor csak elhúzod, de így ki van fésülve, és a szálak jó irányba állnak, és így tudok vele dolgozni. Jobban nézek ki. És mivel az eleje ilyen sűrű, így ott nem is nagyon fogom kisminkelni, hanem hagyjuk, hogy kibontakozzon a saját szépsége. Á, nem bírom. Most a másik? Fejezzél még? Másik? Ennyire vicces. De az a hang, mintha... Nem tudom... A... Köpki nem mered. Ne köpki. Most kezdjük el a szemedet megcsinálni. Ó, milyen nőies volt. Mondja, Csajsz, hogy csináljuk, gyere! Úristen, de rossz! Több ilyen nem lesz. Úristen, de rossz! Szóval... De ha csinál! Ez egy szemhéjpúder bázis. Folyékony? Hát ilyen... ilyen. Annyira nem. Ezeket szeretem. Szereted? Anyámnak volt végén ilyen, csak valami rúzsba. Van olyan? Van. Mindig bekaptam. Amikor kifogyott, odaadta nekem, olyan puha volt, és így... Nagyon gyorsan van már egy kép a fejembe, hogy mit szeretnék Andreasnak a szemén látni. Olyat akarok. Tust szeretnél. Tust. Nagyon jó. Aztán. Fiúk szemén lehetetlen szerintem másnak tusvonalat húzni. Nem tudom, mindegy. Megpróbáljuk. Andreas szeretné, úgyhogy lesz. Így van. Az nem az én színem. Csendben maradsz? Mi? Hát mi? Jó. Úristen, az ilyen. Van valami olyan ruhát, amit fel tudok venni? Biztos van. Ilyen egy van, ne, igen, van egy, úristen, van egy olyanom, ez egy zarás, ilyen, mi ez, trikóruha, ilyen, nézd, nyisd ki, ilyen sima ilyen, trikó, ilyen tapadós és ilyen térd felérő. Megcsináljuk? Megcsináljuk? Egyébként te nagyon vagány vagy, hogy így nem azt mondtad, hogy egy natúr, barnás, arany, valami ilyen kis finom szolíts minket, azonnal. Fekete arany. Hát nem, hát hogyha már valami lesz, akkor legyen a legkomolyabb. Eddig se ismertek, de nem akarom, hogy így ismerjenek meg. Pedig szerintem tök jó. Ez egy image. Vagy be, hogy azért egy kicsit tetszik. Hát még nem tudom, nem láttam. Csuk. De igazából nem is kicsit fog tetszeni. De tényleg most mi van akkor, hogy Andreasnak megtetszik a sminkelés, és azt mondja, hogy neki igazából ez az útja, és hogy ezt szeretné. Hogy mondja már, mert nem tudom így figyelni. Van egy film, a Dán lány, vagy Dán fiú, nem tudom mi a neve, címe, és abban az volt, hogy a srác előtte kipróbálta sminkelni magát, meg női ruhába öltözni, és annyira megtetszett neki, hogy a végén nő akart lenni. Szóval remélem velem ez nem fog bekövetkezni. De ha igen, én támogatlak mindenben. Köszönöm szépen. Nem mozog. Azt tudom, nem tudom, hány inger jött rám valami, nem tudom miért, de... Nem. Én értem, hogy onnan megy a nedves valami, és így... Nem tudom miért, de... Elvegyem előled a cuccaimat, hogy ne hányjál rá. Ja, nem fogok, csak valamiért ilyen... Ez, tudod mi? Tinta van benne, érted? Jó, ez tudom, egy festék. Láttam, én még én is vettem már ilyen, de nem magamnak, nem azért. Azt egyébként remélem, ne nézz fel, mert be fogja fogni azt. Befogta? Lefele, jó. Lefele. Most jó? Jó, csak... Valami felragadt, azt éreztem. Most rontotta el szerintem a sminkem, csukd be a szemed. Felragad, de szerencsére annyira eltűnik a szemhéjad, hogy nem fog látszódni. Kérlek, ne mozdulj bele, ne mozdulj bele, ne mozdulj bele. Jó, csak ne nyisd ki, ne nyisd ki. Te akartál annyira túst, úgyhogy legyél erős és bírd ki, kérlek. Az a lényege egyébként a fixáló spréknek, hogy az ilyen esetekben, amikor több réteg púdert feltesztek az arcotokra, akkor a fixáló spré egy kicsit összeolvassza a dolgokat, és úgy fog hatni a bőrön az esetlegesen több réteg smink, mint hogyha igazi bőr lenne. Egyszer volt nagyon kiskoromban, összeragadt a szemem. Fiatal voltam és pénz kellett. Alapvetően kész vagyunk a sminkeddel, de egy valami még hiányzik. A rúzs. Ezt viszont... Egy jó, komoly pirosat. Köszönöm. Mit csinálj? Csak tartsd, simán. Csak minthogyha tartanád rendesen, jó? De ez nagyon jó. Nagyon fura. Jó, és most... Elgőtt nem merek venni.
Most csináld majd azt, hogy... Ne nyisd ki, csak így... Tökéletes. Done! Hello! Hello! Szép vagyok? Írjátok le a kommentbe, hogy... Csak semmi rosszat, semmi sértőt, jó? Mert én még nem láttam magamat. Gyerünk! Anyám, sajnálom, hogy ide jutottam. Még a fogam is olyan, összerúrosta a fogam. A szám az nagyon tetszik, az nagyon tetszik. Így meglátnám magam élőbe. Lehet megverném magamat, hogy nem tudom. Hát imádom. Jó volt, mi? Jó amúgy. Mit csinálsz, faszi? Hogy vagy kicsi? Legalább a Foxy nem is tök szép, nem? A képet, nem? Mondjad meg, Csajci, mondd meg, na! Megint ezt jaj, tiszta rúzs lett a foga. Nincs nála az zsepi, bocsi. Jaj, egyed aztán. És még egyszer szeretnénk nektek elmondani, hogy az első rész ugye már kikerült, a következő rész most vasárnap délután fog érkezni, élőbe lehet nézni, utána természetesen fent fog maradni és vissza lehet nézni. És ugyanúgy az élő csevegésben ott leszünk mi is, remélem minél többen, szóval remélem várjátok. És reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó, hogy Andreasból egy gyönyörű hölgyeményt varázsoltunk. Találjátok ki egy nevet nekem. Tényleg, adjatok női nevet Andreasnak a komment részletbe, írjátok meg, hogy nektek melyik részlet a kedvenc a sminkjéből, esetleg mit csináltatok volna másképp, és... Több részletből nem lesz. Mármint belőlem biztos, hogy nem, szóval mármint úgy, hogy engem kisminkelnek. Sok szeretettel várunk majd titeket a következő videóban is. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó. Következő részben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!